Folytassuk a Budget videókártyák szemrevételezését. Ma egy legendásan kiváló árértékarányú kártyát hoztam, ami újra kedvező áron kapható a használt piacon. Vajon a mai legfrissebb játékok is egyetértenek majd az én álláspontommal? Nézzük, hogy mire képes manapság az RX 570, ebből is a 8 GB-os verzió. Ha kedvező áron szeretnél Windows-t vásárolni, akkor nincs más dolgod, mint felmenni a CD Keysafe webshopjára. Itt be kell jelentkezned, ezután kiválasztod a Windows-t, amit szeretnél vásárolni, kosárba teszed, itt használod a HU25-ös kuponkódot a további kedvezményért. Ezután kiválasztod, hogy szeretnél fizetni, én a PayPal-t szoktam ajánlani, mert ott nincs további tranzakciós költség. Ezután az e-mailben kapott kódot be tudjátok a gépház, frissítés és aktiválás menüpontban aktiválni. A linket megtaláljátok hozzá a leírásban. Ha gamer PC vagy videókártyát keresel, akkor Kingstack Shop. Ha monitort vagy tévét, akkor 4kshop.hu, kuponkód és linkek odalent. Pár éve még a bányászláz előtt az RX 570 is ugyan blokk az RX 500-as széria, nagyon kedvező áron volt elérhető sok büdzsé gamer számára. Egy-két éve sajnos meg négyszereződött az ára, de most úgy látszik vége ennek a rendezetlenségnek, újra kellemes áron tudjátok beszerezni. Az egész RX 500-as széria még 2017-ben kezdődött, és rengeteg sok kiváló kártyát termelt ki magából. Ilyen volt az RX 550, az 560, az 570 és az 580, és persze mindnek van X-es verziója is. Ebben a szériában gyakori volt a több memóriás megjelenés is, a 4 GB-os verziók mellett 8 GB-tal is szerelték néha ezeket a kártyákat. Ez nekünk manapság a véramfogyasztás csúcsán nagyon jól fog jönni, így nem voltam rest, és csak 8 GB-os verziókkal töltöttem fel a készletet, és kíváncsian vártam, mire is képes az összes friss játék megjelenése. A Full HD felbontás fölé nem igazán volt értelme menni velük, kivéve a kis grafikai igényű esport címekkel persze. De ezeken kívül mindig is a Full HD sweet spot volt ez a modell. A Polaris 20 kódnéven a GCN 4.0-as architektúrára épül, és ez a széria volt az utolsó három számjegyes névvel ellátott sorozat. Később ezt követte a Vega alapú RX 5000-es modellek sokasága. Ez időtájt jelent meg ugyanúgy a GTX 1000-es széria, ami sok remek kártyát termel ki, de valahogy soha nem tudott labdába rúgni az RX-es modellekkel. A GTX 1050 Ti túl gyenge volt a 1063 GB-os verzióval egyetemben, és a 6 GB-os meg már túl drága volt az RX 570 és 580-hoz képest. Tehát aki egy igazán megérős, közepes gépet szeretett volna összerakni, biztos, hogy a vörös oldal felé fordult 2017-ben. Na de nézzük is a mai konkrét modellünket. Úgy döntöttem, az MSI féle verziót fogom bemutatni, mert van nálam XFX is, de valahogy ez az MSI féle burkolat jobban mutat. Az említett 8 GB VRAM a fedélzetem van, és 256 bites sávszélességgel rendelkezik. RTX 4060 Ti. Mindezek mellett GDDR5-ös memóriatípusunk van, és hozzávetőlegesen 5,1 teraflop teljesítményre képes. DirectX 12-es támogatásunk úgy szintén van, és hiába egy régebbi kártyáról volt szó, az összes piacon lévő játékot tudja futtatni, nincs semmiféle para a kompatibilitással. Egy darab 8 pines tápcsatlakozónk van, ami azt jelenti, hogy kb. Maximum 150 wattos TDP-je lehet. Emellé én ajánlanék persze egy 450 wattos minőségi tápegységet minimum, és processzorból sem kell annyira elszállnunk a csúcs kategóriát keresnünk. Ha márka hülyek akarunk lenni, AMD fronton jóformán bármilyen Ryzen szériából szemezgethettek, de Intel fronton se kell túllépnünk az i5-ön, mondjuk a 6.-7. generációtól kezdve bármi megfelel ennek a kártyának. 16 GB memóriát ajánlok mellé mindenképpen, és néha fentebb is mehettek némelyik játéknál, gondoljatok csak bele, mit szokott művelni a Harry Potteres game, vagy az új Last of Us. Ezeken kívül egy kellemes, közepes 2/6-os kártyánk lesz ma, ezüstös hőcsövek, műanyag bár gémeres vonalakkal megáldott burkolat, ahol a két nagy ventilátor közre is van fogva egy ilyen fehér gyűrűvel. Nekem nagyon tetszik ez a fekete-fehér vonal, hátlapunk nincsen, és csatlakozók terén el vagyunk látva az alap 3-as fogattal, DVI, HDMI, DisplayPort, a szokásos portkiosztást élvezhetjük. Az egész kártya egyáltalán nem hivalkodó, mikor ránézünk, a tipikus közép per felső kategóriát képviseli még 2017-ből, ezt le se tagadhatná. De nem is szaporítanám tovább a szót, a kártyán készen áll a tesztre, és hogy nem maradjatok takarítás nélkül, nem ezt fogom szétszedni, mivel még eredeti MSI csavarmatricás. Az XFX verziót nyissuk fel, és vessünk egy pillantást az ott uralkodó állapotokra. Thank you.
Most, hogy a kártya vakulátlan, mehet egy PC-be is jöhetnek a játéktesztek. Túl nagy igényem amúgy nem volt. 1080p, magas közepes beállítások és stabil 40 FPS-nek már örültem minden mai játéknál. De nézzük is, hogy mi sikerült összehoznia az RX 570-nek. Kezdtem a Solt egy eléggé népszerű játékkal, ez az új Resident Evil 4, a felújított verzió. Kimaxolt grafikai beállításokon nem vagyunk, természetesen a VRAM se engedhetné ezt meg, de lejjebb vettem high beállításra a textúrákat körülbelül 4 GB-ra, és így már full HD felbontáson egy játszható élményt tudtam összehozni, ami grafikailag nagyon jól néz ki. Stabil 30-40 FPS-ünk van a kettő között ugrál, főleg nagyobb belaggolásokkal nem találkoztam, úgyhogy egy ilyen hátulnézetes third person játéknál simán végig lehet tolni a story szállat, egyáltalán nem zavaró, legalábbis számomra ez az FPS szám. Akinek ez nem tetszik, persze leveszi médium beállításokra, és kb. Egy olyan 40-50 FPS-t össze tud hozni. A videókártya kivételes hőfokokkal rendelkezik, 70 Celsius-okat tud hozni folyamatosan, és ne felejtjük, hogy ezek az RX szériák azért tudtak annó melegedni rendesen. Ez az MSI hűtős verzió teljesen jól szolgál, mindemellett a fogyasztása csupán 50 wattra rúg ki maximum, néha feljebb megyünk 52-53-ra, de eléggé az 50 wattos tartományban mozgunk. 32 GB RAM volt a gépben, és ezek mellett egy i9-13900K, ami egy nagyon erős processzornak mondható, ez volt a tesztgépben mostanában, az összes kártyát ebbe teszteltem, nyilván nem indokolt ezt használni, ez nagyon overkill ez a kártyához, arra majd ki fogok térni, hogy milyen procit érdemes ezzel a kártyával használni. A VRAM kihasználtság bőven 4 GB fölött van, úgyhogy itt ennél a játéknál ajánlott a 8 GB-os verziót választani a 4 GB-ossal szemben, 5,3 GB-ot kér a játék, és egyszer memóriából 12,4 GB-ot. A videokártya 100%-ban ki van pörgetve, nyilván ez az i9-es processzor nem fogja bottlenekelni, esély nincs erre. A játék itt a falunk belül a rengeteg karakterrel együtt normálisan fut, 30 FPS alá nem is mentünk, ajánlott hozzá az RX 570, és számomra lenyűgöző, hogy ilyen jól tudja futatni ezt a nagyon friss játékot. Ez az öreg videokártya. A következő játék, amit megnéztem, problémás szokott lenni, rengeteg frame time beli probléma szokott mindig lenni, mikrolaggok vannak mindenfelé, ez a Hogwarts Legacy volt, itt médium beállításokon vagyunk, full HD felbontáson. Én azt vettem észre, hogy kb. 5 FPS tudunk nyerni a médiummal a magas beállítással szemben, úgyhogy végül is azzal is használhatjátok, de én azért állítottam médiumra, hogy 40 FPS-ünk azért átlagban legyen. A játék szokásához híven eléggé stabilan fut, folyamatos frame time problémák vannak, viszont nagyobb belaggolások nincsenek. Ezt annak is köszönheti, hogy rengeteg RAM-unk van, és a VRAM mennyiség is kellően elég ehhez a médium beállításhoz. Kicsit már a határok felé megyünk ezzel a 7,1-7,2 GB VRAM fogyasztással, ugye a 80 összesen, de még határon belül vagyunk, ezzel a beállítással és felbontással teljesen használható ez az RX 570. Ha valaki a story módon szeretne végigmenni, és annyira nem érzékeny a grafikára, az FPS csökkenésekre, annak teljes mértékben ajánlott ez a kártya, a hőmérséklet terén még lentebb is léptünk, fogyasztásban is kiváló, 100%-ban van végig pörgetve, de a rendszer memóriából azért 19 GB-ot elkér a 32-ből, ezért én 16 GB helyett ennél a játéknál legalább 24-et ajánlanék. Grafikailag nem mutat rosszul, simán tehettek egy próbát az RX 570-nel és a Hogwarts Legacy. A következő játék, amit megnéztem, a Death Stranding volt. Ennek ugye nemrég volt a PC-s megjelenése, nagyon magas grafikai beállításokon vagyunk full HD felbontáson, így tudja hozni ezt a stabil 40 plusz FPS-t folyamatosan. Belaggolásokkal én nem találkoztam, a játék remekül fest, amúgy is egy eléggé lassú játékmenetű játékról van szó, tehát itt a probléma nem lesz a 40 FPS-sel, simán játszható, élvezhető. A videókártya még jobb hőfokokat tud hozni, itt már a 60 Celsius fok alá lementünk, fogyasztás terén még mindig kiváló, 100%-ban pörgetve van, és ha jól látom, itt talán még a 4 GB-os verzió is elég lenne ugyanehhez a teljesítményhez. Csak 4,1 GB-ot kér a játék a 8-ból, úgyhogy szerintem ez még határértéken belül van, visítva még el tudja vinni a 4 GB-os verzió is. Rendszer memóriából megint csak nem kér sokat, ez a játék eléggé memóriaigénytelen, 11,2 GB-ot kér az összesen 32-ből, úgyhogy egy 16 GB-os setup-pal simán élvezhetitek még mindig. A processzorral probléma továbbra sincs, erre nem is számítok, a játék remekül fut, simán végig szaladhattok a story szálon. Szó szerint, mert általában szaladni kell ezzel a karakterrel. A következő játék, amit megnéztem, számomra nagyon kedves, ez a God of War, ami mindig jól meg tudja pörgetni a videókártyákat, elég részletes a grafikai beállítások terén, úgyhogy nagyon jó benchmarkoló játék továbbra is. Originál beállításokon vagyunk, ugye ez felel meg a PS4-nek és full HD felbontáson. A játék eléggé jól fut, nagyobb belaggolásokkal én nem találkoztam, ez a 8 GB VRAM elegendő, sőt, ha jól látom, itt talán még a 4 GB is elég ennek a játéknak,
Ezen a beállításon és felbontáson túl sok RAM-ot és VRAM-ot nem kér. 16 GB összram elegendő lenne neki, és a 4 GB-os verzióval is simán játszhattok. A játék remekül fest, annak ellenére, hogy kb. Ez számít a közepes grafikai beállításnak, még így is jól fest. 30-40 FPS-ünk van folyamatosan, ami egy ilyen hátulnézetes játéknál szerintem nem probléma, akinek ezzel gondja van, nyilván menjen alacsony beállításokra, 720p felbontásra, vagy esetleg az FSR-t is használhatja, ugye ennél az AMD kártyánál már ez is bejön a képbe, de mindenki másnak ajánlom ezeken a beállításokon, menjetek végig a story szálon, ez egy remek játék, remekül fut, remekül néz ki, mi kell még az RX 570, ezt tudja nyújtani. Az utolsó játék, amit megnéztem, egy eléggé megterhelő cím, normálisan futtatni elég nehéz, ez a Last of Us volt, annak is a felújított verziója, ami megjelent ugye PC-re. Nagyon alacsony grafikai beállításokon vagyunk, ez a játék futott a legrosszabbul az összes tesztelt játék közül, Full HD felbontáson vagyunk továbbra is, viszont grafikailag hát nem fest jól a helyzet. Szerintem kb. Úgy néz ki, mint az alapverziója a Last of Us-nak, ami még PS3-ra jelent meg, és teljesítményben is kb. Úgy tudja futtatni. Ez a 30-35 FPS, megint csak ugye egy hátulnézetes játékról van szó, úgyhogy annyira nálam nem verte ki a biztosítékot, de el tudom képzelni, hogy sokan nem is játszanak inkább így a játékkal, a grafika se olyan jó, teljesítményben sem olyan jó, de legalább el tudta indítani és normálisan futtatni tudja ezt a játékot az RX 570, egy 6 éves videókártya. Ez számomra hihetetlen, mondanom sem kell, a 8 GB-os verzió kötelező, mivel alapból 7 GB VRAM-ot kér a játék. Rendszermemóriából végül is beérhetitek a 16 GB-tal, e fölé nem igazán mennek a teszt során, olyan 15 GB-ra beállt is ennyi. Végül is a játékot végig lehet tolni, normális teljesítménye van, nagyobb belaggolásokkal nem találkoztam, de ez az összes játékra igaz volt, szerintem a 8 GB VRAM-nak van ehhez köze, az erős processzornak és a rengeteg rendszermemóriának. Jól látszik, normális környezetben szinte bármivel játszhattok az RX 570-nel. Az eredményeket látva ez egy igazi Full HD, mindent futtató büdzsékártya továbbra is. A beállításokat persze már nem tudjuk kimaxolni, de pár éves játékoknál ez a kimaxolós dolog még simán működhet. A mostani címeket egytől egyig futtatja, tehát az összes új megjelenő sztoriát végigtolhatjátok, grafikailag nem lesz annyira szép, de ezt tudja konkrétan nyújtani egy kb. 40 ezer forintos videókártya. Érezni már az RX 570-nek a korát, de még mindig tud meglepetéseket okozni, akinek nincs baja a 40 FPS-sel, az nyugodtan tehet vele egy próbát. De ennyi is lett volna ez a teszt, hogyha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, linket találsz az összes kártyához a leírásban, a következő videóban találkozunk, addig is, sziasztok!